Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok és a Rustból jelentkezem, itt a ló is beleprüszkölt a rövid kis intróba. Lovaknak kell keresnem valamit, be kell indítanom a kajagyártást, mert a lovak kezdenek el nem jól érezni magukat. Ja, egyébként egész jól sikerült szerintem a beltér, ilyen lett a nappalének a végső dizájnja. Illetve hát még két széket kell csinálni, csak most a fémekkel is meg vagyok lőve egy picit, a konyha egész jó lett szerintem. Ide került a kis itatós. Még kell csinálnom egy víznyerőt egyébként. Ezt tényleg azt kéne is csinálnom egyet. Ja, itt a át lett alakítva a házikó ezen a részen. Egyébként lehet, hogy ide fogom, bár... Most ez számíthat vajon, hogy a... Ez a víznyerős téma, mert végülis itt is lehet akkor a víznyerős, hogy bevisszük kábelen. Megnézzük, hogy tudok-e csinálni, mert elfogyott az összes fám. Biztos fa kell hozzá, akkor megyek is fát vágni. Kell hozzá ez, meg ez, ezt ide félre rakjuk. Legyen nálam a fegyverem. Így valahogy. Ez nem annyira kell. Jaj, így jó lesz. Megyünk fáért. Jó, jó lesz. Megerősítettem itt a lenti verandát is egy picit. Közben Rolanddal is összefutottam, de ezt lehet, hogy láttátok is még a végén, már nem emlékszem, összemosódnak itt a dolgok. Semmi fám nem volt, úgyhogy semmiből indulok kifele. És ilyen 10 000-et kéne vágnunk. Egyébként van egy motoros fűrészem is, csak lusta vagyok elhasználni az összes olajamat. Annyira nem vagyok vastag olajból. Megnézhetjük már akkor itt ezt a zónát, nincs véletlenül itt a... Á, egy alkatrész csomag azért leledzett. Ott is van. Nem bírom ki, hogy ne szedjem ezeket össze. De hát ez így is van jól. Ó, oh, milyen jó, hogy erre jártam. Még egy telefont is szereztem. Boltpult, hát az annyira nem is kell, meg ezek se nagyon. Viszont van itt kő. Az viszont érdekel. Egy csomó kő van itt. Ez nagyon mekkora királyság. Nagyon nagy királyság ez a cucc. Te jó ég! Kiestek belőlem a dolgok? Nem nagyon. Ugye ezt a pólót kidobjuk és akkor... Hű, te jó ég. Ez nagyon durván tolja. Ennek nincs van. Kopik elfele. Ezt meg kell javítani majd. Az egy bokor, jó. Ott is vannak ilyen kövek, amik kiszedhetők szerintem. 1200, te jó ég. Jó, maradjunk a favágásnál, végig is azért jöttünk. Van egy fű, van egy motoros fűnyírom, motoros fűrészem is, csak hát ugye. Jó. Hogy állunk faügyileg? 3300, nem túl acélos még. Ja, úgy látszik, akkor ez kopik. Hát nem tudom, hogy a javítása az hogy működik, de össze fogok hozni egy javítóasztalkát, és akkor kitaláljuk ezt ügyesen.
Jó. Na, találjuk el a fát. Első körben hogy állunk? 4000 valány száz, jó. Olyan 10000 fával szeretnék bírni. Az már úgy jó. Az a mennyiség. Azzal már lehet kezdeni valamit kitalálni, hogy mire hasznosítjuk. Egy-két dolgot kell építenem, most főleg a víz gazdálkodást kell beindítanom. 6000, jó. Valakinek a kis házikója itt. Kivágom itt a nagy védett ház helyének a fatakaróit, de hát most kellenek ezek a nagy fák nekem. Jó, hogy állunk? 9000, na még egyet, aztán megvan a 10000 szerintem. Már nem tudom, 1000-et nem biztos, hogy kiszedek egyből, mert még egy fát ki kell vágnom és akkor lesz. De majd kiderül, ha kivágtam. 10.004, na jó, még ezt. Annyira jól ment ez a kőtörés, hogy még azért követ keresek. Lefutunk itt a domb oldalba. Vagy hát itt körbe lesünk, hát ha találunk még... Találunk még izét, kibányászható követ. Vagy ilyesmit. Hát egy kis csórikén. Az is egy begyűjtős fajta inkább. Ott van valami, az fém. Ez egy jó ég. Nagyon durván tolja, és annyira nem is kopik szerencsére. Mi már egy low. Ott is van egy low. Ez a village? Lehet. Ez egy békés village, nem? Gondolom. Na mindegy. Kicsit itt az egy oldalba járkálok. Lovacska van. Most megy le a nap, vagy nem 10 óra? Hát, ja, kicsit azért már lefele tendál. Közben lesegetek. Még ez nem az a terület, ahol olyan sok a bányászható kavics, ahogy nézem. Már elég sziklás, akár lehetne. Nem látok itt sziklákat. Ott se nagyon, ott se nagyon. Arrafele talán. Talán. Vannak ilyen kavicsok, de hát azok gyanúsak. Gyanúsak, hogy nem olyanok? Ezek túl nagyok egyébként. Azért összességében megy le a nap, pedig 3 óra van, elég lemenőnek tűnő a nap. Sehol egy bányászható kavics. Van víz, lelőhely.
Majd így elkezdek fölfele mászni a hegyen. Visszaérkezzek a én kis zónámba. Pont egy ilyen magas hegy tetején éldegélek. Na itt nem is igen tudok befutni, talán ezen a részen. Gyerünk, 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 ugri-bugri fölfele. Jó, ó, na. Ó, belefutottam ám itt a jóba. Nem raktam vissza a rácsot, most látom. Elhoztam a kalapácsomat is. Most aztán lesz izé anyag. Nézd meg, 3000, 8000, 10000, még a izé hákú is jön elég jól. Nem tudom, eddig a hákú mi nem jött. Igen, találtam hákút eddig. Az ott. Na jó, megyünk ezen a vonalon. Hát, ha még találunk itt. Hazának még lootolgathatok is akár. Tudom, mi a franc volt valami. Ó, visszakaptam a szőnyegemet. Hittem távcső volt, de nem. Evés, evés. Uborkát meg nem eszünk. Hát tiplizünk, itt is vannak fordócskák. Ennek milyen jó helye van itt. Totál itt előtte jönnek ki ezek a dolgok a semmiből. Szőnyeg, még egy szőnyeg. Duplán visszakaptam a szőnyegemet. Hopp, egy ablak. B. Nagyszerű hűtő, ha. Már lesz eladó hűtőm is. Jól lenne találnék egy ilyen merkantizé cuccot. Megnézzük milyen van. Most nem voltak a jó scrapjaim. Jó mennyiségű, inkább úgy mondom. Wow! Solar panel! Solar panel! Tehát nagy szerencsém van most. Hazafelé úton. Jó, volt egy kis bányászat is, ami tökre megtérülő volt. Ott is van valami vicik vacakos. Azt is összeszedjük, ez már közel van hozzám. Wow. Vannak ilyen lagocskák. Itt a nyers olaj, elkapom. Estében. Jó. Nem maradt el semmi itt a nagy lagban? Talán nem. Gyerünk, oda fogok érni előbb-utóbb. Nem tudom, az mi. Valami vér. Ezé, készítmény.
Megihallottam. Sok vacakom lesz megint. Itt mindig. Vonalas lámpa is van. Eltört a izém? Kártalunk erre. Na, egyik másik, ebből is két ütéses. Még mindig volt helyem. Azt hittem. Fegyvertest, az jó. Három is ide teleportált, vagy három is ide spawnolt, ilyen loot hely. Még itt is van egy. Rugó. Jó. Ezt is elrakjuk. A rugót ezt visszük. Tonhals lámpa még egy. Ó, a szőnyegből azért most már el leszünk engedve. Ó, és itt van még egy is. Azt mondja B. Kalap kidob, oda berak egy szőnyeg, gatya kidob, jó. Nagyszerű. Rövid nadrág, vagy rövid nacit elvisszük, jó. És go home. Időben egy gyerek az idő. Nagyon jó. Na, hát akkor pakoljunk le. Illetve elpakoljunk le, igen. Hát mondjuk ezeket meg be lehet rakni a daráldába, vagy az éve. Megint lett egy csomó kövem. 16 ezer. Kereken, az igen. Összesen 16 ezer kövem van. Jó. Mondjuk erre most sok elmegy az ére. Sok cuccom el fog menni erre. Újra sok közön van. Ponyva, cső, vas. Ilyen. Kötő. Jó. Ez mehet be a lecsoldába, ez is. Hát a gatya is mehet, abban most kettő is van. Tábla még mindig fér, oké. Jó, valamennyi felszerelés még van, most már ez a sokadik búvárcuc, de hát ez a búvárcucból sose árt. Végül is. Egyelőre ide rakom. Megint van plusz nyilvesszejem. Gyűlik szépen. Na, jött a B. Következő adag. Tik, 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 tik. Hát ebből mondjuk egy csomó olyan, amit meg kell őriznem. Jó, csak eddig pakolászunk. Van egy-két elektromos vackom. Oké, ez például nagyon jó vacak. Oké. Telefon. Ez is egy jó cucc. Nem tudom, hol rakjalak, mondjuk legyél itt. Jó, ez egy újabb virágágyás. Most már lassan megleszünk vele teljesen. Az dicséretes, újra visszapótoltam ezeket is. Ezek beépíthetők, meg ez is.
Végre van egy ablakom, ami beüthető. Ezt is ide rakjuk, van egy csöves kandallom. Legyen tegyünk ide inkább így. Jó, a kalapácsomat ezt megtartanám, ezt majd berakjuk valahova. Vagy elégetjük, vagy nem tudom, hogy csinálunk vele. Négy vödör, te jó ég, egy elég. Mehetnek oda, ezt elé, vagy elzéljük meg ezt is. Hát szerintem ezt is el fogom nyomni. Én használt szutykot nem zélek. Azt mondja, hogy... Jó. Jó, ez darálós, az biztos. Hú, még egy ilyen kell a francba. Vagy még egy ilyen ládikó, kis láda. Itt tekkelni nem nagyon lehet, sajna. Ezt rádobni nem tudom, ezt sem lehet már tekkelni. Ojoj. Na viszont annyi lámpást találtam, hogy ez szerintem megoldja a problémáimat. Kesztyű, ez mehet oda, igen, ez nagy tábla. Ez is tekkelhető. Ez is. Wow, mennyi olajat találtunk. Elektromos, ez ruha. Jó, alakulunk, alakulunk. Ez mehet ide. Ez is, ez is. Jó. Stekkelhető, stekkelhető. Marad. Szerintem ezt is ledarálom, mert nem kell nekem padlórács nagyon. Ez meg megint nem fér be. Vagy hát én nem tudom padlórácsát, lehet, hogy meg lehetne tanulni. Elrakom ide végül is. Ez olyan, hogy egy azért maradhat, hát ha kell. Abban az esetben kellhet, hogyha mondjuk nagy kemencét akarok csinálni, és nem akarom, hogy bemászkáljanak az emberek. Jó, még egy plusz kabátom van. Ez mi egyébként? Ajtóvezérlő. Hát ez valami elektronikai vacak. Ezt ide rakom. Hoppá. Kisláda. Pénz, vagy izé fám, akad, akad. Akkor csináljunk egy kisládát, és szkineljük meg valami a recicledesre ezt is. Azt mondja, hogy skin. Csak gondolkodtam, hogy mit akartam. Hát nem tudom, van-e ilyen újrahasznosított kisláda. De majd kinevezünk egyet. Ilyen toxikus anyagok, ezek a rosszabb, tudja, még bármelyik, ez hasonlít egy kicsit. Aha, ez olyan. Ez lehet. Majd egy halálfejes. Mindegy, jó lesz ennek a célnak megfelelően. Ebbe is belerakjuk. Ez is oda megy. Hol is vannak a fegyverek? Itt van. Van még kardom, buzogányom. Ezért elfogyottak akkor ez a nagy kard. Kár érte egyébként. Mindegy, majd találok. Azt azért szeretem, mert szét lehet vele egyre ütni az izét. Egyre szét lehet ütni vele a cuccot. Most ezt az asztalkát, ezt lehet, hogy föl kéne vinnem majd. És akkor itt elfér az a kettő. Bár mondjuk így is elfér, szerintem elfordítva. Lehet, hogy elfér. Még megvagytok lovacskák. Hát nagyon pusztulnak ezek a lovak. Hát mindegy, lehet, hogy végük lesz. Mondjuk a gesztenye. Egyiket sem tudom megtartani. Na, ennyi erővel mondjuk az autó jobb, mert az nem eszik. Na jó. Na mi van még a bén, hadd nézzem. Még van egy ilyen, ilyen, ez a sajátom. Meg ez is, lerakjuk, oké.
mehet be. Megtanulós töltény, meg egyéb töltény. Hűtő, hát hűtőt megtartunk egyet. Egy hűtő maradhat végül is. Az egész villanyellátásom rendben lesz így most már lassan. Jó, begyújtjuk ezeket a holmikat. Jó. Lett némi fémünk is. Némi olajunk is lett. Na, 79, 203 fa, az nem is olyan vészes. Ez durva lesz. Ez mennyi? 6000, te jó ég. Tehát itt az idő. Itt az idő, hogy csináljak még egy ilyet. 6000 fa, te jó ég. Csináljunk még egy kemencét. Azt hiszem 50 kell csak ebből, nem? Jó, az 51 se rossz. Ja, meg van nálam 151. Ja, kivettem az egészet, és mi a francot csinálok? Ja, nem ott van. Ja, jó, így. Kő az... Nincs nálam, de mindjárt. Na, felé visszarakjuk így. Most már meg tudom csinálni tuti. Igen, egy ilyet kérünk, és vissza is pakolunk. Vagy a franc tudja. Meglátjuk, ha befér, akkor még csinálunk. Nézzünk még valami dizájnt. Valami jó kemence dizájnt. Az is valami fémes legyen, mondjuk ez nem annyira. Tehát ez fémesnek tűnik. Ez használatban van. Hát ez nem tudom, annyira fémes. Ez sem. Itt a kettes adag. Hát ez ilyen fémesnek tűnik, ezt megnézhetjük. Itt a sarokba. Ó, meg lesz a négyes, az még simán elfér szerintem, gond. Gond és probléma nélkül. Danger, ja ez jó lesz. Na gyártsunk le még egyet, nézzük meg, hogy ide befér-e. Csak úgy poénból. Ah, simán, simán. Megdupláztuk a kandalló kapacitást. Na valami szépet még ide egyet. Hát ez sem ronda egyébként, megnézhetjük. Ez is ilyen nagy felkiáltó jelek vannak, meg mindenféle ilyen. Kicsit elfordítjuk. Elfordítjuk errébb. Ja, teljesen jól beférek tőlük, jó. Na, akkor csináljuk úgy, hogy ezt szétszedjük 1250-ekre. Egyszer. Meg ezt így felésbe. Na, nem is annyira sikerült. De mindegy is, ez így jó. Ez 2000-et kap, hogy... Ez is kap 2000-et. És akkor ennyi. Maradékot ezt itt beledobjuk. Ebbe meg most kevesebb kell elvileg. 1004. Hú, de jó ég. Némi hákút is égetünk. Na most minden megy. Gyakorlatilag. Megy gőzerővel az égető szoba. Oda is kell majd szőnyeget rakni, hogy szép legyen. Még meg vannak a lovaim. 38, ja az igen. 61, nem tudom, hogy ez meddig bírja, tehát lemegy nullára, akkor megdöglenek. Nem mindegy, hagyom őket egyelőre, most nem tudok etetni lovat. Nincs rá kapacitásom.
Jó. Egy széket tudtam csinálni. Egy széket tudtam csinálni, ezt meg is oldjuk, akkor ide a párnázottat bepattintom. A szélén van rajta lába kb-ja. Ez is úgy lesz, akkor ezt is úgy csinálom meg. Kb a szélén van rajta lába. Hát valahogy így. Az a baj, hogy nem lehet picit menni a karakterrel. Akkor se, hogyha egy oldalra megyek, így sem. Nem. Picit nem tud menni nagyon. Ennyi. Ez egy extra messze van egyébként az asztaltól. Nagyon messze van az asztaltól, nem is értem, hogy ezt miért nem engedi jobban közelebb tenni. Hozzunk azt a lámpást. Ügyes voltam. Ha jól láttam, akkor igen. Leraktam az alsó sorba. Ugyanígy. Négyet kivesz, és rendben is vagyunk. Jó. Ez nagyon csúnyán és messze van, ez nem jó. Ezzel valamit kell csinálni. Lehet, hogy akkor hátulról fogom így lepattintani, és azt csináljuk, hogy tik-tik így, és neki tolom ennyire, csak tudom. Hát ennyi. Ja, azért most jobb. Hát, szó. Ja, jobb. Mindenképp jobb. Hozok föl még egyet. Na, itt is kéne a lámpás. Oda meg nem jutott? Ó, te jó ég. Ja, ide kellett volna. Meg is erősítjük fából. Egyébként elég jól elpazaroltam a fáimat, vagy hát már nincs. Nincs annyi, amennyi kéne. Vagy szeretnék, hogy legyen. Várjunk csak. Remove. Meg kell csinálnom, hogy ez is úgy legyen. Nem tudom, hogy lehet ezt úgy berakni, hogy úgy legyen. Talán így. Aha, most vele együtt fut. Oké. Okay. Így most csíkban vannak. Kicsit jobban néz ki. Ennek jobb a szegője. Meg lehet rakni rá majd lámpát is rá. Jó. Teljesen jól néz ki ez a kecó így. Még egy szekrényt kell majd berakni, és szekrényt nem tudom, hogy tudok-e gyártani. Azt mondja, hogy építés. Hát azt nem. Ezt viszont lehet, hogy tudok. Egy ponyva, meg fém darabok kellnek, az menni fog. Ja, de nem lett ablak, úgyhogy azért nem is kellett ez az ablak. Oké. Okay. Bekapcsoltak a lámpások be, úgy néz ki. Jó, meg vannak a lovak, nem döglöttek meg, jó. Dicséretes. A HQ megvan. Azt el is viszem. HQ úgyse volt még. Most tudom, hol a helye. Ide rakjuk az egészet. Ide rakjuk a HQ-t. Jó helye leszni. Oké. Okay. Vegyünk magunkhoz fémeket. Hogy... Jó, ponyvát. Fa az van még. Talán más nem kell. Megcsináljuk az itatót is. Tick. Mehet. Egy darab. Mondjuk egy, nem sok, de van egy darabom. Hát ide annyira nem akarok kijönni, de ide lehet rakni ezt az itatót.
Elvileg itt el is fér valahogy. Ezen a felén van, ahogy szuper. Jó, nagyszerű. Gondolom, hogy gyűlik majd a víz, idővel egy már van is benne. Meg is ittam, jó. Ebből rakok ide egy kettőt, ide a teraszra, itt akkor ez így szépen gyűlökezik. Kettő ide elfér. Kettő elfér erre a részre. Az ivóvíz hálózat az így rendben lesz. Ott lehet, hogy fal lesz, és oda rakok majd képet. Meg oda is. Azokat lehet ilyen szőnyegeket felrakni a falra is szerintem. Menőn is néz ki. Lehet, hogy a lámpák majd odébb kerülnek, hogy a szőnyegek elférjenek szépen. Az üres, de ebben majd hordok vizet. Jó. Na még egy szék mehet. Kimaxoljuk akkor a konyeszt is. Így akkor meg lesz az is. Nem, nem ezt akartam. Simán kiférek el. Hűha, milyen jó tellik ezt te. Elég jó a hozama. Nagyon jó. Alakulunk, alakulunk. És hozok még ide egy-két lámpást, kettőt. Fönt nem tudom, kell-e polc például, de talán nem. Egyet rakunk a kandalló mellé. Valahogy ide. Mert itt igen sötét van. Jó. Hova kell még lámpás? Ide talán nem. Oda föntre majd rakok még, de jó, itt szerintem elég itt a fény. Valamennyit kellene föntre raknom még, egyet legalább, hoztam is úgyis. Itt úgy sincs semmilyen lámpás. Ide a falra fölrakok egyetni. Ennyi legyen legalább. Ja, így jó. Így már itt is látni valamit. Fordulóban meglakunk oda is majd egy lámpát, és akkor így király lesz. Jó. Nagyon király ez így. Azon gondolkodok, hogy ide nem fér be az a furcsa följárós ajtó. Az a westernes, az a lovas ajtó. De lehet, hogy be lehetne rakni. Ilyen érdekes design lenne. De mondjuk nem néz ki rosszul, ez így teljesen jó. A konyhez kivonulta jó lett ezzel az elalakú megoldással, szerintem. Azon gondolkodám még, hogy egy ilyet pattintsunk-e ide. De megpróbáljuk fel erre. Mondjuk ezen pont csak annyi fér el. Ezen viszont elfér a közepén egy ilyen lámpás. Na nézzük. Mégis valami legyen ezen. Jó, az ott tök jó. Kis asztali lámpa. Az ott a konyhai lámpás. Nem tudom, hogy ide fér-e még. Elfogytak a fémeim? Nem fogytak el a fémeim.
Hogy csináljunk még egy ilyet. Azt is rakjuk ide ki. Ó, egész jó. És jól lakok belőle, vagy hát megiszok egy jó részét, oké. Okay. Nagyszerű. Kettő el is fért, én meg itt el is férek körülöttük. Szerintem az már tele tudja rakni ezt a cuccot itt. De lehet, hogy már egy is. Ott kéne összekötni egyet vele. Másikat azt meg lehet, hogy már a lenti öntözőberendezésre kéne összpontosítani. Hogy a növény, hogy beinduljon az izétermelés is, a növénytermesztés. És akkor tényleg megtarthatok majd lovakat is. Nem fognak elpusztulni. Még megvan. Hogy állsz, lovacska. 37-es. 8-as. Ő mindjárt meghal a belső. Lehet, hogy csak eltűnik majd innen. Remélem robban föl, vagy ilyesmi. Na, ilyen ajtót gondoltam esetleg oda rakni. Egyébként egy próbát megér. Csak úgy bepróbálnod az ajtóba, hogy milyen. Azt mondja, hogy így, de nem is nagyon lehet. A lámpa miatt gondolom. Így befele nyílna arra azért, hát annyira nem is néz ki jól egyébként. Így, ennyi. Jó, három izé is van, három ilyen jóképű. Mi a franc? Növénytermelő megoldásom. Ja, hát a fémek azok égnek. Meg lesz rengeteg szén is, úgyhogy töltény is lesz bőven. Hát elvileg meg vagyunk. Ez ki van pakolva. Jó. Más cuccot nem igen akartam most gyártani hirtelen. Felindulásból. Ez mit tud ez a sapec? Semmit kb-ja. Nem tudom, hogy ezt fogyaszt-e például. Hogyha fölveszem ezt, helyett lehet gondolom. Ja, egyébként ebben elmehetnék simán. Este. Mennyi idő van? 21 óra. Hát végig is el is mehetek. Elmehetek. Lerakom a, ami nem kell. Ebből van egy pótom is, látom. Jó. Töltény marad, meg ez, meg ez. Jó. Ledaráljuk ezt a sok vackot. Azt mondja B. Elkezdem ide berakni őket aztán. Na, két csorba már csak befér. Illetve nem biztos, mert ez még kellja. Nagyszerű. Oké, elvileg fönn van a fejemen a cucc. Nagyszerű, és mehetünk is. És megyek is. Kis esti darálás. Hogy az én a lámpásom, hadd nézzem még egyelőre, nem? Na erre kíváncsi vagyok, ezt megnézzük. Ebbe sok hasznos lesz. Ó, HQ volt benne. Ebbe fém van szerintem. Ja.
Ebben lesz kötő talán. A többi ez nem érdekel. Nincs nem volt benne kötő, jó. Hoppá. Sorry. Menjünk akkor így. Ledaráljam a lámpásomat. Vagy a szemüvegemet. Ezzel 113 fal, az tök jó. Na, abban lesz fogaskerék, nem? Vagy nem? Nem, csak fémek voltak benne sok. Szövet, szövet, szövet. Ó, nem, bőr, bőrkesztyűvel bőr is van, szuper. Oké. Okay. 1200 fa. Az jó. Öt vödör. Az 50 fém. Ez ugye még érdekes lesz a lámpás. Hogy az mit ad? Az is időt adott, jó. 1300 a... A... mi a franc? A fa. Fa mennyiségünk. Már belelőttem. Oké, mehet. Hát a lovat etetni kell, úgy néz ki, az elég gazdaságtalan lesz. Arra hazamegyek, meg is döglik az egyik szerintem. Rengeteg fémet kiszedtem belőle, majd 1000 fémet kiszedek belőle, durva. Ebben is sok lesz gondolom, vagy nem tudom, ebből lesz sok. Majd. Ez inkább szövetes cucc. Ó, pirkad. Négy ilyenem is van, jó. Na, ebbe mi lesz? Csont? Akkor ez csont. Hát, csont. Gyorsan ledarálta. Hú. Nem is volt benne sok anyag. 1500. 1600, 1700 fölött vagyunk már. Majd 2000 fa is kijön belőle. Az jó. Az jó. Valamennyi azokba is lesz. Jó mennyiség volt ez is. Kard az marad, azzal ütögetek, ja. Van egy kötő is, jó. Nincs több a B-be. Nincs olyan. Na nézzük a... Ó, fogyott belőle olaj, de azért ki lehetett bírni. Ki lehetett bírni. Ezt le is daráljuk szerintem. Valamennyi fémet kapok érte, 10-et. Jó. Meg lehet nézni itt is. Esetleg van-e kint, itt nem láttam. Ah, randok már full izéből van a háza. Két szelep, azt hazaviszem, mert a szelepből... Ó, oh, itt fel lehet bagdácsolni erre. Mondjuk, oda nem tudom, el fel tudtam ugrani. Nem nagyon a tetején semmi hasznos. Na, hazavisszük a sok darálékot a reggel, reggel korán. Ó, még egy kicsit is találunk, Kendert is. Itt vadulnak. Ja, ott van két ivó, fönn. Na, az egyik lótól elbúcsúztunk. Neked mi a helyzet?
Egy 37 a HP-ja, hát ő sincs túl jól. Nincsen túl jól. No, lepakoljuk itt a javakat. Ilyet szereztem sokat, ebből is most már sok van. 700 valány fém, tök sok fémet hoztam, durva. Meg scrap is jutott, jó. Két hákú, egy kötő, nagyszerű. Szeteszik a szemüvegemet. A bén nincsen semmi olyasmi. Viszont akkor lehet, hogy ezt így csinálom. És akkor a fákját azt nem cipelem, azt itt hagyom. Most nem kell annyira ezáltal, hogy így. Jó. Két szelepet azt ide berakjuk. Ó! Ez jó, hogy nem is égettem el, mert ez egész jó szelep. Ez ide valós, ja. El is kezdhetjük ezt így. Az első, az új alomból. Oké, hát adhatok neki egy tököt, meg egy ilyet, meg egy ilyet. Tudom, meddigre hízlalja fel. Most van. Nem akartam lovagolni, nem akartam nézni, hogy mennyi a AP-ja. 32-ről mennyire viszi föl, nézzük meg. Mindjárt megeszi a másikat is, azt is. Meg azt is, jó. Ja. 68. Hát ez elég kis gyérecske volt. Nem nagyon vitte föl neki a HP-ját. Jó. Viszont elvileg elértük a mai epizódnak is a végét szerintem. Még ránézek, hogy ennyi idő eltelt, elég jó volt a hozam ezeknek, de szerintem most még durvább. Bizony. Jó lesz, ebből lehet már ilyeneket megoldani. A kövi részben most van bőven fémünk, úgyhogy lehet, hogy megcsináljuk a kertet. És hát a manuál öntözéssel végülis lehet akkor növényeket termelni. Csak az ilyen egész embert kíván sajnos, itt kell maradni. Meg hát ugye a van szolárpanel is, meg minden, tehát itt elvileg lehetne napenergiával is foglalatoskodnom. Ki lehetne raknom az első nappanelt ide fölülre, és akkor lehetne itt fogni be az energiákat. Elvileg. Ja, meg kereshetnék kocsit is, az is egy jó projekt lenne. Az úton portyázva kocsit keresgélni. Meg kiszórni a fölösleges dolgokat. Például a ruhadarabokat nem összeszedni, csak így, ja, egy ilyen jobb minőségi loot körutat is lehetne tenni. Elvileg össze lehetne azt hozni. Nézzük már meg azért, nincs valami normális kabátszkin. Kabátomat is lecserélni, esetleg valami jóra. Na, a sötét kabát, ez nem rossz. Lehet, pont ilyen nem volt, nem. Meg a tűzoltós se rossz. Ez. Hahaha. Nézzük a hót feketét. Ja, ez se rossz. Ez sem rossz bizony. Már van némi rad ellene is védelmem, az szuper. Az szuper mindenképpen. Mennyi a scrap mennyiségem? 158. És mi kell a kettes izéhez? Kettes asztalkához. Egyes. Az csak ott jön be, ha ide jövök. Vajon? Nem is látom a kettes asztalkát. Mi kell ahhoz? Egyes szintű munkaasztal. Wow. Hát a komposztáló. Még csak szürkén se jön be.
Na itt van. Kettes szintű. 500 fém hulladék. Meg 20 magas minőségi film. Na mondjuk abból azért nincs olyan kevés, de azért sok se. Tájképkeret. Komposztáló, az is jó jön majd. Na jó van, én viszont akkor elköszönök, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és megnéztétek a mai epizódot, a következő részben folytatni fogom a kis kalandomat, remélem tetszik nektek. Nézzétek az Instát és a Facebookot, és mindenképpen ott jelezni fogom, hogyha valamilyen történés van a csatornán, akár így Rust, vagy akár más témában. Na sziasztok, jó pihenést mindenkinek!